érnek el engem, hogy hátul meghúzódom, mert szerintem másik tanácskozás is részt kell venni. Tudás és vagy politika, amit a jól látom a miniszter is, és számomra azt gondolom, hogy értékelés politikát az oktatás, hogy benne ez most kifejezetten időszerű kérdés is Magyarországon is, és nem csak Európában, hogy aztán a tudat jelentés hatásai mennyire érvényesülnek, érvényesülnek a oktatás politikában, ezt én kérdően nem tudom, de ahhoz, hogy értékelés fogjuk hallani valami, mindannyiunknak különbözőnek. Fantáziadús ez a hátrány a dolognak, viszont nagyon hatékonyan dolgoznak, mert időbe leadják a jelentéseket.
Ennek a nemzetközi konzorciumnak az előnye az az volt, hogy egy igazi vegyes csapat jött létre, teljesen különböző tudásokkal szálltak be emberek. A hátránya viszont az volt, hogy hát, ami az Európai Unió maga, tehát egy ilyen menedzsment szempontból, ugye olaszok voltak a BB a fővállalkozó, egy ilyen bordélyház, tehát semmi sem működött. Az olaszok ezt nem káoszként élték meg, a másfél éves munkám semmilyen, teljesen természetes dolgként kezelték. Gyorsan a tudástípusokról. Az olaszoknak az idősebb, két Olaszországban szakmai szempontból az idősebbek, az ott marxista alapokon nyugvó kutatók voltak és tanácsadók. Ez azt jelentette minden politikától fel, hogy kiművelt, cizellált gondolkodású, strukturális elemzésre alkalmas emberek. Megdöbbentő volt, hogy a fiatalabb korosztály már egy más Itáliában nőtt föl, az már egy ilyen semmilyen volt, tehát nem tudtunk semmilyen, nehéz volt előtt együtt dolgozni, nem voltak alaposak, adatokkal nem tudtak bánni, informatikai alapműveltségük nulla volt, viszonstruktúrásan sem tudtak elemezni, értelmesek voltak, tanulékonyak, pragmatikusak, tehát nem volt velük baj kognitív értelemben, de nem műveletlen, mondaná Horváth Zsuzsa olyan értelemben, hogy referencia keretei, struktúrái, vonatkoztatási pontjai nem voltak. Az angolok voltak, ez a London School of Economics volt a legérdekesebbek. Tony Blair alatt egy nagy ingatlan fejlesztésbe kezdett az LSE, és ez egy, amikor kipattant a buborékon, attól pénzügyi válságba került az intézmény, ez ma is tart. Ők a korábbi kutatásaikat akarták, tehát a fiókból előző dolgokat beilleszteni a jelentésbe, minimalizált munkanappal, jéghideg módon menedzselve az egészet, végig az elejétől tudatosan játszottak, nem úgy, mint mi, nem gondolkodtak ilyen dolgokon, ugye? És csak pénzügyi hatékonyságra mentek, ez volt nekik kiadva, fölöttük pedig egy professzionális ilyen Excel táblás pénzügyi menedzsment volt, ilyen 20-30 éves indiaiak, akik ezeket a 60 éves LSE-s kutatókat úgy mozgatták a meetingeken, mint egy tacskó, mikor sétáltatnak. Tehát a hierarchia megdöbbentő volt számunkra. Az expanzióval nem beszélek. Ezek egyetemi emberek voltak? Ezek elismert nagy egyetemi emberek. Leonardi professzor, aki kitalálta a civic capital fogalmát, hogy a Dél-Itália miért nem tud a pénzek ellenére felvirágozni saját társadalmi laboratóriumban, Londonban. Ilyen emberek, ha rájuk szóltak, hogy oda nem megyünk el, és ott nem adunk le anyagot, akkor nem ment el, és nem adunk le anyagot. A spanyolok a nagy regionális projekteken nőttek föl, ilyen az ottani távoktiók gyárakból voltak edzők, de módszertanilag jók voltak, és ilyen nagyon szelíd, tompa, szlávos ízt vittek be a konzorciumban. Mindent megcsináltak, ilyettek voltak, és nem mertek angolul beszélni sehol, semmilyen közegben. De szimpatikusak, tehát egy normális, konstruktív. A németek voltak a legérdekesebbek. Ilyen ökonometrián felnőtt, tehát angol száz dolgon, a Harvardról, meg pont a hazajött gyerekek voltak, 30 éves korosztály. Ez használhatatlanak bizonyult nyilvánvalóan egy ilyen kezelhetetlen szörnyetek, mint az ESA értékelésekor, de alaposak voltak, konstruktívak, és folyamatosan arról beszéltek még a bizottsági tárgyalásokon is, hogy ők tanulnak közben, miközben ez az egész zajlik, és ez nekik egy nagy élmény. Ilyenkor kínos csönd volt ugye a teremben, tehát velük a németekkel és az olaszokkal lehetett kijönni, az LSE-re egy kulturális szakadék választott el, mint ez egy másik bolygó, a spanyolok pedig reménytelen messze voltak a periférián. Ennek volt olyan kifejeződése is, hogy lehet volna egy közös meeting Madridban, mert mindent ültünk a másfél év alatt, de oda végül senki nem ment el, az messze van. Én megmondtam, hogy én nem repülök ennyi, mondom, hogy ez a periféria, és azt hagyok egy szót sem szóltak, de a többiek sem mentek el. A Frankfurt az rendben volt, a Budapestre mindenki eljött, London szörnyű volt azért, amíg elmentünk, nagyjából is Rómába is elmentünk. Jó, akkor nézzük magát az értékelést. A értékelési kérdések, amiket megadtak nekünk, az a pénzügy, az erőforrások plusz hatás viszonya,
az optimális beavatkozási szint, ország, régió vagy hely, a lifelong learning hatása az eszámra, a munkaerőpiaci hatás, társadalmi befogadás és nem. Ezt a társadalmi befogadást szereztük meg gyorsan az asztalról, ez egy kezelhető téma. Először a nemet akarták nekünk adni, de ügyesen cseleztük, ezt végre elvitte az LSZ-i. És az meg is volt. Nézzük tovább. Még a módszerről a bevezetésben, ugye ki kellett dolgoznunk hipotéziseket a hatással kapcsolatban, statisztikai és dokumentum elemzés kellett majd terepmunka földrajzi csoportosítások szerint, erről majd még fogok beszélni. Az első fő dolog a statisztikai elemzésekkel kapcsolatban, hogy nem kaptunk értékelhető alaptáblákat. Tehát, hogy a kohéziós politika az már több mint 20 éve dübörög, már ilyen erőforrásokkal, de a bizottságnak és a foglalkoztatási felelős főhatóságnak nincsenek rendes adatai. Arról, hogy mennyit költöttek itt, meg hogy hogy állnak a projektek. Tehát nálunk van egy EMI rendszer, egy online EMI rendszer, amiben azért valamit lehet látni, nem is keveset, nekik nincs ilyenjük. Voltak azért még pikáns dolgok az adatszolgáltatásban. Türingia például megtagadta a DG Employment-nek az adatszolgáltatást, mert azt mondták, hogy erre nincs joga a DG Employment-nek. Akkor még írtak egy levelet, hogy Türingia euró milliárdokat kap a DG Employment-től fejlesztésre, amire a kelet-németek azt válaszolták, hogy ez ugyan igaz, de akkor sincs joguk, ők nem adnak ilyet. És akkor Türingiát kihagytuk. Tehát van egy olyan ügy is az adatszolgáltatás hallatlan gyengesége mögött, hogy mellérendelő a viszony a tagállamok, régiók, és a bizottság között fejlesztés politikai értelemben. Ami egyébként abszolútum, ezt az egyik ajánlásban azért mondtuk, hogy ahonnan a pénz jön, kellene, hogy legyen valamilyen hierarchia. Nézzük tovább akkor. A mintavételnél most már a társadalmi befogadás egy területben az egész az túl nagy. Úgy próbáltuk megnézni a hatást, hogy ugye a legegyszerűbb a Gini indexet megnézni, ez az, ami méri a legmagasabb, legalacsonyabb jövedelem szint közötti különbséget, de a bizottság azt kérte, hogy a régiókat nézzünk meg, tehát a régió legyen a legkisebb egység, mondjuk nyilvánvalóan mondjuk Észtország az egy régió. Ez nem volt lehetséges, olyan gyenge adatok vannak, de még tagállami szinten is akkor az Eurostatban nem volt Gini index, ezért csináltunk egy tonikot, egy bizonyos spanyol szerzőpáros súlyozott indikátor csomagja alapján. Ebben a hosszú távú munkanélküliség, a nők foglalkoztatottsága, a ifjúkori bűnözés és hasonlókat, ezekről van adat az Eurostatban, beraktunk és súlyoztuk, és ebből egy olyan szuperindikátor, egy mérőszám kialakult, ami a társadalmi befogadásnak egy szintjét jól tükrözi. És azt mondtuk, hogy dobjuk szét a tagállamokat, akkor úgy, hogy nézzük meg a társadalmi befogadás szintjét, és utána pedig az egy főre jutó ESZA költést ebben az időszakban. Na, ez már teljesítmény mutató, ugye? Hát drámai dolgok jöttek ki, ráadásul az előző 7 évet is megnéztük, tehát útvonalaink is vannak, de most ennél a 7 évnél maradva, ez itt két ország azonnal, tehát négy ország van, ami kiváló volt a csoportból, ami nem tűri ezt a fajta statisztikát. A görögök még nem volt válság, a DG Employment-ben ilyen optimizmus volt, amikor erről beszélgettünk, a növekedés Európája, tudom, ezeket így mondták. A görögök és a portugálok kiemelkedően magas az egyfőre jutó ESZA költés aránya, tehát ezek pénznyelő automataként működő tagállamok, iszonyatos pénz ment el az ESZA-ból támog jellegű fejlesztésekre ebben a két tagállamban, és ugye nagyon angol vannak, sőt a görögök ugye az útvonalak szerint romlottak is az elmúlt 7 évben, tehát mondjuk a két mediterránál az történt, hogy nagyon nagy ESZA pénzt nyomtak bele többek között a társadalmi befogadásban, és ennek ellenére, és nem volt válság Európában, ennek ellenére romlott a helyzet. Tehát azt itt nem tudtuk, és nem is a mi dolgunk, hogy mit történt Portugál és Görögország, de azt már kommunikáltuk a bizottságnak ezeken a meetingeken, hogy ebben a két országban nagyon nagy gáz van. Tudtak egyébként, hogy kezdeni vele. Volt egy
drámai javulás a Spanyolország, amelyik ebből a görög-portugál befogadási szintből egészen fölment ide. Utólag tudjuk, hogy ez egy buborék, aztán ez majd bezuhan ide a helyére. Ez az építőipar és a turizmus az alacsony kvalifikált szegény réteget felszívta egy időre. Itt van egy javulás. Hát a dánok vannak itt, ugye. Általában véve van egy elég markáns csoport, a dánok, a hollandok, a csehek, svédek, Luxemburg, az nem számít ilyen értelemben, ahol alacsony az eszaköltés, tehát alig kapnak eszatípusú fejlesztéseket, és nagyon jó társadalmi befogadásban, tehát az egyik tétel nyilván az, hogy a közpolitikák a döntőek, hiába nyomunk egy országban bármilyen külső fejlesztési pénzt, hogyha a közpolitikái nem megfelelőek, akkor. Van még két érdekes fekete bárányunk, Lengyelország és Szlovákia, akik egész egyszerűen ezen az egész referencia kereten kívül helyezkednek el. Tehát kezdenek ezt a pénzt költeni már nem itt vannak, mint a dánok, tehát megindult a pénzáram, még nem tartunk itt, majd most a következő hétvében már lassan mediterrán szinten megdobnak minket pénzzel, de katasztrófa, nincs társadalmi befogadás. Ugye ezt a lengyelek úgy kezelték, hogy 4 millióan kivándoroltak. Tehát van megoldás. A szlovákok meg pont akkor a Ficóval kezelték, aki most visszajött. Tehát, hogy minden ország valahogy megoldja a problémáit. A lengyeleknél nyilván ebben az időszakban írtuk le azt, hogy miközben a regionális politika helyben akarja tartani az embereket, és ott fejleszgetni, hogy szociális gazdaság, meg turisztikai kilátóhely, és akkor azt fölépítik, kifestik, stb. Ekközben ebben az időszakban London több állást teremtett, London városa a lengyeleknek, Lengyelországnak, mint a teljes lengyel munkaerőpiac. De működött a dolog, ezzel talán nem menjünk be ennyi időn is, de az alapvetően a mobiltelefon, a pénzátutalási rendszer, ez a nemzetközi BEST. Igen, az, és a fapados légitársaságok megoldották a munkaerő mobilitását Európában. Magyarország az ugye itten a németekkel, franciákkal, belgákkal, olaszokkal egycsoportban van, és a jellemzője az, hogy minden ilyen idősávos statisztikának stagnál, tehát nem mozdul. Ez egy kulcselem az elmúlt 20 évből, Magyarország tartja a pozícióit, amik nem rosszak, de javítani nem tud. Jó, ez alapján tudtunk ilyen országpárokat az értékeléshez teremteni, tehát például a portugálok és a spanyolok hasonló adottságúak bizonyos területei, de az egyik az ilyen, a másik olyan. A görögök hasonló adottságúak voltak korábban az olaszokkal, mi történt az egyik helyen, mi történt a másik helyen. Menjünk tovább akkor. És most már eredmények, mert a módszertant elmondtam, az még a módszertan visszajön az állásba. Találtunk például egy érdekes régiót, ez Hollandiának a legelmaradottabb területe, tehát ez viszonylagos, hogy elmaradott, Flevoland. Itt sok eszapénzt kapnak, és itt a szakközépiskolák kapták a feladatot, tehát nem építettek ki intézményrendszert, intézményhálózatot, tiszkeket, együttműködési pontokat, meg semmit nem építettek ki. Azt mondták, hogy a szakközépiskolák délután fogadják a hátrányos helyzetűeket, és képezzék át őket. Pedagógiai váltást nem kellett végrehajtani, mert a normál nappaliakkal is ugyanúgy foglalkoznak, tehát személyesen nem volt a különbség. Ugye az első a mainstreaming volt, tehát azt mondták, hogy nincs ilyen, hogy hátrányos helyzetű, meg fizikai hátrány, minden, hanem minden emberre kell külön figyelni, mert minden ember más. Foglalkoznak a szakközépiskolák a felnőtt képzéssel úgy, mint a nappalival, és rájuk eresztették. A második, hogy viszont a beérkezővel, akit képezni kellett, jött már egy anyag, mert a munkai kirendeltség személyre szabott szolgáltatásokat adott neki előtte, meg leírták a profilját, hogy ki az, aki ide jön hozzá, című történet. A személyre szabott nem az, hogy átküldték továbbképzésre őket, hegesztőnek, nálunk, mindenkit, ugye, hanem az egyik az tanácsadást kapott, a másik mikrohitelt, a harmadikat képezték, a negyedik egy részszállásba elhelyezkedett, az ötödiket egy alapítványi civil szervezet segítette, stb. És végül egy olyan szociálpolitikai keret van, ami bünteti a munkáját,
munkanélküliséget, de ösztönzi a legcsekélyebb kezdeményezést, arra részidőben dolgozom valaki, és az igazi pénzt nem ebbe az egész szervezeti dzsungelbe rakták, mint mi, hanem a munkaadókat adókedvezménnyel ösztönzik arra, hogy ezeket az embereket befogadják. Tehát jó biznisz ilyen embert fogadni és munkába állítani. A szakközép olyan fejlett volt az ESZA tekintetében a régió, hogy a meginterjúvolt szakközépiskolai igazgatók, azok tudták, hogy mennyi az átlagköltsége egy ilyen beérkező szomáliainak, amikor átképzik OKI szakmára, és tudták, hogy körülbelül mekkora a profit ráta rajta. Tehát a rendszer 10 év alatt annyira bejáratódott, hogy mindenféle indikátora a helyi aktoroknak teljesen világos volt. A játékszabályok is meg, hogy mennyibe kerül, és azt mondta, hogy ő jól keres az eszembe. Tehát neki ez egy jó dolog. Amúgy nem szeretik, meg bonyolult, és pályázatok, meg papírok vannak vele, de ez a réteg nagyon sikeres volt. Svédországban egy hasonló esetben ugye az ottani szomáliai nőkkel, akikkel interjúztunk, hát az angolok csinálták, ellenfelén, meg gyorsó. Igen. Ott ugye ez a keret már nem volt meg, és ezért elmondták az átképzett szomáliai nők, hogy nekik, ha megvan a képzés, utána csak félállásban érdemes elhelyezkedniük, mert akkor a szociális támogatást is megkapják, meg a félállásból a jövedelmet, de ha teljes állásban mennek, az pénzügyileg veszteséges, tehát mínuszos nekik. Tehát ezt a hollandok már kalibrálták. De ezek egyszerű ilyen matematikai modellezések, amelyeket ők, a szomáliai asszonyok megcsináltak. Tehát nem ők volumetrikusok. Tehát ez mondjuk egy olyan pozitív példa volt, amiből modellt csináltunk olyan értelemben, hogy ha azt akarjátok, hogy az ESZA pénzek a munkaerőpiaci befogadás tekintetében hasznosuljanak, akkor ezeket az ügyeket teremtsétek meg. A mainstream azért fontos, hogy olyat nem lehet, mint az olaszok, hogy aki köhög, az egy külön csoportba tartozik, és külön programban képzik a köhögőket, mert ez egy speciális csoport, és külön intézményeket jelölnek ki az ő továbbképzésre. Ezeket el kell felejteni. Nyilván azt is leírtuk, hogy az olyan rendszer, amelyik nem törődik a beérkező felnőttekkel és fiatalokkal, hogy ne csináljátok mainstream-t, de szétrobban a rendszer, nem tudják fogadni a szakik bent az üzemben, ahol ottan tanítanák őket, mert a normál nappaliakkal se foglalkoznak rendesen. Menjünk tovább. Egy érdekes tagállamot is találtunk, egy speciális jártunk, Szlovénia. 2000-ben volt a belépés előtt egy kormánystratégia a strukturális alapok fogadásáról, ez inkább a filozófiája, tehát ne semmi technika, hogy mire akarjuk használni, mire nem akarjuk, végig gondolták, és ezt utána több formán is volt, de mindegyik betartotta. Jó, hát igen. A munkaügyi minisztérium alá rendelték az egészet, és egy ilyen 40 éves új elit ott átvette a hatalmat, a régi jugoszláv munkaügyisek megmaradtak az adminisztratív pozícióba, és egészen kreatív megközelítéseket mondtak nekünk például az interjúban. Az egyiket az a legszívem ütőbbek, az lefordítom. A mainstream ESZA megközelítésekkel szemben, amelyik az ilyen hátrányos helyzetűekre fókuszál, Szlovéniában azt gondoljuk, hogy az igazi krízis csoport az a 20-35 éves szolidat, tehát normálisan képzett, de derailed, tehát az életvitelében egy kicsit kizökkent, önmagát kereső, így fordítanám, és kicsit szegregált fiatal emberek. Tehát a szlovénok azt mondják, hogy a hátrányos helyzet az egy dolog, de a Szlovénia jövője szempontjából az igazi krízis csoport az a 20-35 éves, kicsit elveszett, de normális, tehetséges, képzett nemzedék, akinek meg kéne találnia igazából a pályáját, hogy kifuthassa. Hát, ezt többször elmondtuk Brüsszelben, hogy milyen nagyszerű, hogy országok kreatívan értelmezik ezeket az ügyeket. Ez nem ment át, de nem örültek neki. Nagyon fontos, hogy a szlovénok egy lokalizációt hajtottak végre, nem építettek ki SZ-s intézményrendszer. Irányítóhatóság,
felügyelők, meg KS, meg, tehát ez az egész óriási gép, ez nem épült ki. A munkaügy azért kapta az egész eszát meg, mert annak vannak helyi kirendeltségei eleve, és tulajdonképpen a munkaügyi projektek, képzések, meg mindenféle hasonló, azok csak annyiban válnak el az EU-s és hazai, hogy az EU-sra rá kell rakni a logót, amikor megjelenik, ez kötelező, ugye az az ászló. De aki egy leépített textilgyárból, a 60 évesen egy szövőnő elmegy egy ilyen továbbképzésre, vagy átképzésre, vagy munkaügyi tanácsadásra, ő nem tudja, hogy ez most eszás vagy hazai. Tehát nem látható. Azt mondták, hogy van egy paraván, az emberekkel foglalkozunk, amögött a kettő elválik, meg másképp kell dokumentálni, meg másképp kell jelenteni, meg elszámolni, de se a szlovéneknek semmi köze. Ez nem üdvöző volt. És a korrupció ellen azt találták ki, hogy a médiát azt nem tájékoztatják, vagy nem információkkal látják el, hanem beépítették őket a szervezetbe. Tehát a helyi, regionális és országos szinten is teremtettek olyan állásokat, ezek félállások, ahol különböző független média szervezeteket, újságok, tévécsatornák emberei dolgoznak, nyugodtan kérdezhetnek, elemezhetnek, riportolhatnak, és ez a munkafolyamatok közben van. Tehát belelátnak a munkafolyamatokba. Nem csak a kávézás, mert úgyis bele lehet látni, ha megkávézik az ember valakivel, de konkrétan az ügyiratokat is látja a számítógépén, ahogy mennek meg a pénzügyi elszámolásokat is. Ha talál valamit, a szerződése szerint megvan engedve, hogy azonnal kinyomja a nyilvánosságban. Ennek ellenére mondták, hogy persze vannak stiklik itt is a közpénzzel, de hogy azért ez egy elég erős dolog, tehát nagy dolgokat nem engednek. Általános következtetések. Azért tehát mértünk is, tehát nem csak ilyen gondolatok vannak. A makroszinten nem találtunk jelentős, mérhető, pozitív hatást. Gyakran a pénzek és a társadalmi folyamatok között egy negatív korreláció állt fent. Ezt nem általánosítanám, mondjuk úgy, hogy makroszinten az ESZA források európai méretben nem elegendők arra, hogy nagy hatást fejtsenek ki. Pedig visszaszorítsák a szegénységet, kirekedtek. Nem. Mezoszinten... Most mennyi pénzről volt itt szó összesen? Hát most már nem emlékszem. Nekünk ez felfoghatatlanul sok, de mondjuk a németeknek, angoloknak az ilyen jellegű szociális kiadásoknak ilyen 4-6%-a az, amit így eszállva megkapnak. Vannak olyan tagállamok, az igazi befizetők, mint a skandináv, hogy 1%. Tehát ezek általában innovációs pénzként kezelik, mint nálunk egy OFA vagy OTKA jellegű, tehát nem jelentős. De a délieknél meghatározó jelentőségű volt a súlya. Tehát ez mondjuk a mediterránoknál, az íreknél nem számít, vagy az angoloknál. A mediterrán Európában ez egy katasztrófa üzenet, 20 éve elképzelhetetlen mennyiségű pénzt kaptak ilyenekre, és nincs makroszintű hatás, amit mérhettünk volna. Gyakran negatív korreláció volt, de azért ez sem volt statisztikailag, hogy mondjam, egy erős korreláció. Nincs. Mástól függ. Az nem a mi dolgunk volt, hogy megmondjuk, hogy mitől. Mezőszinten találtunk, tehát amikor policy reformot generál, ilyen az oktatás területe volt, felsőoktatás, K+F, vagy az állami foglalkoztatási szolgálatunk, ez volt a leggyakoribb, akkor és gyökér problémák kezelésére is alkalmas, akkor találtunk hatást, mérhető, pozitív impactet. Mikroszinten pedig áttekinthetetlen az ügy, mert ott projektek vannak, meg se kísérletük azt, hogy ebből valamit, tehát hogy mintát legyünk, vagy hasonló. Amikor erről beszéltünk, akkor kiderült, hogy törkedi elemekkel kevert küldetése van az ESZÁ-nak, tehát a bizottság elmondtuk, hogy a statisztika elemzés szerint ez egy észak-dél forrását csoportosító gépezet. Tehát a pénzügyi elemzésekből kiderült, hogy Dél-Európa kapja a pénzt, és Észak-Nyugat-Európa küldi. Erről szólt alapvetően. Ők pedig ezt a nyelvet nem voltak hajlandóan beszélni, folyamatosan visszanyomták és európai szolidaritásról beszéltek, mindenféle cinizmus nélkül, és ezek elmondták a történeti elemeit, amit nehezen toleráltunk, de az világos volt, hogy Brüsszelben van egy történeti diskurzus, és csak azon belül lehet értelmezni bármit. Tehát tiszta elemzéssel nem.
Jó, és ugye ez tényleg az expanzió hitele, ugye elmondtuk, hogy a tervezés és a végrehajtás között nagyon erős az illúzió, hogy ez egy lineáris dolog. Tehát az operatív programokat megtervezik, aztán végrehajtjuk, és van hatás. Mi pedig az implementáció helyett egy interpretációt mutattunk ki, amikor irányító hatóságokkal interjúztunk, akkor kiderült, hogy ők másképp értelmezik helyszinten, és aztán a projektet a Karinti vers, ugye, vagy a Karinti, akkor a Vadi vers. Igen, tehát amikor elmondták nekünk a szlovákiai cigány projektben, Bratislavában, hogy ők hogy értelmezik ezt a célkitűzéseket ebben a projektben, az már egy egészen elképesztően más történet volt, és mi azt mondtuk, hogy ez nem baj, mert rugalmasságot ad, de értsék meg, hogy nincs lineáris kapcsolat. Döntő a társadalmi, gazdasági, kulturális környezet minősége, tehát azt láttuk, hogy minél gazdagabb egy ország, annál jobban tudja felhasználni az ezt a forrásokat. És akkor most még a, nem tudom, hogy van-e még. Igen, az ajánlásokat nem mondom el. Egyetlen egy kérdést tettünk föl a zárójelentésre, hogy azt mondtuk, hogy azt próbálják eldönteni, és erre aztán ez a tipikus EU-s válasz, ezt a döntést tulajdonképpen nem voltak hajlandók megtenni az értékes jelentés vitájában, hogy az ESA az egy EU belüli újraelosztás és szolidaritás eszköze, akkor rendben van teljesen ez az impact és ez a működés, vagy pedig ez egy stratégiai, közpolitikai eszköz, amiben valamit konkrétan el akarunk érni. Ha az A, akkor egy picit másképp kell működnie, mint most. Ha ez a B, tehát egy hatalmas intézmény, aminek története van és öröksége, akkor természetesen ez a mostani dolog kielégítő. És akkor azzal zárnám, hogy ma már ez az értékelés így elképzelhetetlen, mert a módszertanban körülbelül 2 éve egy éles váltás jött be a Brüsszelben is, a gyógyszeripari kutató cégeknek a analógiájára kötelezővé vált az úgynevezett kontrollcsoportos értékelés, és az ökonometria átvette a hatalmat. Ez azt jelenti, hogy ha ma kiírják, akkor úgy kellene megnézni, hogy kellene választanunk Európa sok pontján olyan embercsoportokat, akik nem vettek részt ilyen ESZ a programokban, és megnézni, hogy az elmúlt 7 évben hogy alakult átlagosan az ő munkaerőpiaci társadalmi pozíciójuk, és olyanokat, akik részt vettek, és ezt valamilyen bonyolult matematikai, ökonometriai modellnek kéne fogalni, és ennek alapján kellene hatás, impactet értékelni. Tehát ez a közpolitika felé nyitó, gondolkodó, elemző, sok dolgot összehasonlító, vegyes módszertani eszköztár mára megkérdőjeleződött, és egy nagyon éles módszertani váltás van, ami a tanácsadói piacot, az értékelő piacot újra fogja rendezni, bizonyos matematikusokkal telesít volt, jó részt angol cégek fognak most előre nyomulni, angol száz cégek, és ezek a hagyományos közpolitikai gondolkodású, elemző, értelmiségi csoportok pedig hátrébb fognak szorulni. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó, még ki azt mondod? Azt szeretném kérni, hogy ez lenne, hogy azt remondod, hogy mi az, hogy ESZA, és mi az, hogy társadalmi befogadás. És ő, az is így, az egy expanzió. Az expanzió az egy magyar tanácsadó cég. Az ESZ az az európai szociális alap, az európai kohéziós politika, ez az egész fejlesztés politika, több borítékból áll, ami számunkra lényeges az 2, az ESZA, amelyik minden emberhez kapcsolódó fejlesztést finanszíroz, és az ERFA, amelyik pedig mindent, ami infrastruktúra kis leegyszerűsítéssel. És a Magyarországon ez támogatott kiírásokként jelenik meg. 9000 milliárd forintot kaptunk az előző 7 évre, és ennek egy jelentős része volt ilyen emberfejlesztés, és az az ESZA-ból finanszírozódik. Az egész unió területén ez egy óriási szám. És akkor még társadalmi befogadás. Hát ez egy jó kérdés. Igen, így gyakorlatilag, mivel, és ez egy nagyon fontos üzenet, aki teológiát tanult,
az nagyon otthon érezheti magát, tehát az EU-nak vannak ilyen kulcs sarokkövei, amiben kötelező elemezni az európai közpolitikákat. Ilyen például a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió. Azonban, hogy ez pontosan micsoda, annak van egy történeti definíció tár, ami alakul. Ami azt jelenti, hogy Google-al rá kell keresni, vagy aki tudja, hogy hol az célzottan, azokra a nagy dokumentumokra, ahol ezt definiálják, vagy újra kalibrálják, hogy mi az. Olyan, hogy társadalmi definíciója nincs az Európai Unióban, hanem az EU 2020-ban ma már másképp láttuk, de korábban meg ez volt, és ez egy evolving ügy, tehát bizonyos értelemben olyan, mint a teológusoknál a szeplőtelen fogantatás, hogy ennek a történetét tudja elmondani, ennek a fogalomnak, ha jó vallás történész is persze, de az, hogy ez konkrétan micsoda, azért az egy nehéz ügy. Hát nem tudom, tehát nem tudom mi a társadalmi, sok mindent leírtunk, meg szakirodalmi indikátorokat. Igen, mi ezt az indikátorok alapján próbáltuk egy ilyen koktéllal meghatározni, és érdekes módon, aztán 9 indikátorval állítottuk összesúlyozva, ezt egyébként elfogadták, és örültek neki, mert végre van valami, ami és egyébként egy spanyol szakirodalomban találtunk, csak egy picit kiegészítettük. Valószínűleg, ha lesz elég adat, ilyen Gini index régiókra is bontva, akkor majd ez behelyettesítik egy egyszerű dologgal. De valami olyasmi kellett, hogy senki se essen ki, és ne marginalizálódjon reménytelen módon, és hogy az európai modellben van egy ilyen dolog, hogy ez egy kohézív, egy befogadó, összetartó társadalom, tehát mindenkinek bent van a helye. És ezt ma már egy inkább törekvésként értelmezésben. Szerintem egy kicsit bonyolított az a dolgot. Még fölvezek egy egyszerű kérdést. Igen. Az, hogy mondjuk, ha két indikátorból tételezzük ez a dolog, mondjuk a nők foglalkoztatásából és a rokkantak foglalkoztatásából, akkor az a társadalmi befogadás mérőszáma, hogy egy meghatározott idő alatt mennyit javult a nők foglalkoztatása, illetve a rokkantak foglalkoztatása. Egyrészt, hogy vagy a javulás, vagy a tagállamok egymáshoz viszonyítottak, vagy egy átlaghoz viszonyított, igen, de mondjuk a legerősebb jelzőszáma a munkaerőpiacon az a hosszú távú munkanélküliség. Tehát annak az aránya, hogy csökken a... Igen, tudja, aki hosszú távú munkanélküli, azért az Európában az kész. Tehát az kívül van. Köszönjük szépen, Árulj! A következő előadás után ez beszélgetés és itt a erről is. Amikor most kérjük szépen a következő. Nagymár Eszter és Isten. Thank you.
rendelkezés évek közepén 2009 elejéig tartott, tehát a 2009-es eredmények már nem tartoznak bele. Igen, és itt összehasonlításra most nem vállalkoztunk, hanem tulajdonképpen csak így egy kicsit az érdekességek jelenlésére. Egy pár szót mondanék az elemzési keretről. Nem gondoltuk, hogy a tízeltudás alatt irányítás eszköz, vagy van így legyülésen úgy, ami ugye foga irányítás eszköz jelent, ami egy adott tudástípust igyekszik elterjedni, és ezáltal befolyásolni tulajdonképpen az alkalom viselkedését. Ezt a fajta foga kormányzást nagyon sok minden jellemzi, de többek között ezek a dolgok, amiket itt felsoroltunk, hogy a kimenetek koncentrál, számok által próbáltam menetni, tehát különböző számokba, indikátorokba, adatokba sűrik ki az oktatási jelenzőit, és ezáltal meg a célok kijelölés által a távolgóség is formálni. Nagyon nagy eleje az összehasonlíthatóságban, a nemzetközi láthatóságban és a tulajdonképpen ennek a versenynek a generálásában, ami hát ugye jó és rossz országot. Most pedig kiosztja a világot, és csak Európát, és ezáltal nagyon fontos az is, hogy alapvetően a tízelt kommunikációs eszközünk láttuk, ami diskurzus generál, a vélemények koordinálása általának, és egy közös diskurzus teret is létrehoz. Egy másik fontos fogalmunk volt az, illetve egy fontos... Azt fogalmazódott meg hátulról, hogy talán mi a kommunikat, hogy őket hallajték. Ja. Szerintem vigyázz, ügyelve nem akarod az ő. Ebben a térben állva értelmezni a tízeleményeket,
az látszik, hogy, hogy Magyarország, Portugália és egyébként Románia van átlag alatt, Belgium és Franciaországban átlag közel, illetve majd később látjuk, hogy ott is a vallonok hol vannak, illetve egyedül a UK az a fölötte van, illetve a skótok azok még inkább fölötte van az átlag. Tehát tulajdonképpen a skótok az egyetlen, voltak az egyetlen jó teljesítő. És akkor itt van egy kicsit egy másik zárványokat szemléltető táblázat. Itt már láthatóak a románok is, ott alul, meg a, ezen már látszanak a 2009-es eredmények is, hogy az érdekes tulajdonképpen, hogy azért sokan előttetek meg lehet egy kicsit az eredményeken. És ezt tessünk én. Jó, hát akkor most minden, tehát erre a hatóság most nagyon nem fogok csak beszélni. Először Franciaország. Franciaországban tulajdonképpen... Franciaországban az egyetlen, ahol tulajdonképpen igazából rezisztenciáról az a lehetett beszélni. Tulajdonképpen a teszt, tehát az eredményeket egy kicsit a kijövetel után így elhallgatták, tehát igyekeztek főleg a kormánypolitikusok sem megesíteni a hatását, de ez aztán a 2006 után megváltozott, és végül tulajdonképpen az ellenkezőjébe csapott el, és már az eredmények a szakpolitikai legitimizációról kihasználásán jutottak el. Ők a franciáknak az egyik ilyen saját maguk készítette fogalma, ez az argumentel, ami által magyarázzák ezeket a kognitív folyamatokat. Tulajdonképpen egy érrendszer jelent ez az argumentel, tudományos politikai vagy technikai, amelyek segítenek megmagyarázni ezeket a vízeredményeket. És akkor elején, amikor ez a rezisztencia volt, ez a tulajdonképpen ez a bias argument, vagy a tesztben, vagy a hiba érvrendszer érvényesült, amikor találtak különböző indokokat, kulturális, vagy technikai, vagy politikai indokokat, amikre visszavezették azt, hogy tulajdonképpen miért nem a francia rendszerben van a hiba, hanem tulajdonképpen rossz a teszt. Ez azonban, lassan azonban elkezdték ezt felismerni, különösen amikor 2006-ban a Sarkozy indult az elnökségért, hogy tulajdonképpen azért nem olyan rossz ez a PISA, vagy használni is lehetne valamire, és ekkor elindult a karrier útjára az ideális kormányzás érvrendszer, ami tulajdonképpen az OECD-től indult el, és folyamatosan előre kapott. Itt pedig arról volt szó, hogy itt már kerestek olyan érveket, amik azt mutatták, hogy de igenis a rendszerben meg lehet találni azokat a faktorokat, amik a PISA eredményeket okozzák, és ezeken lehet változtatni, és a politikai szereplők rájöttek arra, hogy ezt mennyire jól ki lehet használni, és milyen erős érveket szolgáltat arra, hogy bevezessenek reformokat, amit egyébként azóta is, azelőtt is be akartak már vezetni. Portugália esetében, hát annyi hasonlóságon összesen, hogy a belépésnél voltak kétségeik, hogy egyáltalán részt vegyenek a PISA-ban. Tulajdonképpen ennek az volt az oka, hogy Portugália elég rosszul szerepelt korábbi teszteken, például a TIMSS-en, meg volt valami saját portugál felmérésük is, és ezért azon aggódtak, hogy rosszul fognak teljesíteni, és hogy tulajdonképpen az volt azért, hogy még várni kellene. De aztán végül is nem, főleg nemzetközi nyomásra, végül is beléptek, azonban egy darabig nem nagyon fontos,